Szólt a nóta, folyt a must. Az újpesti piacon mézédes nedűvel és kedves műsorral várták a vásárlókat. Múlt szombaton az időjárás ugyan nem fogadta kegyeibe az újpesti piacfelügyelőség rendezvényét, a szakadó eső mégsem tudta elmosni a piaci szüretet. Mert miközben szorgos kezek rakták a temérdek szőlőt a présekbe, az újpesti magyar dal és zenebarát társaskör tagjai vidám nótákkal hívogatták a vendégeket egy kis mustkóstolásra. De feleségül elvenni sosem eltelek, mely a szörnyű fátyol a teresre jelül, ha kerül. Szépen a vállatban velem elül, mely a szörnyű fátyol a fejembe kerül, ha kerül. Szépen a vállatban velem elül. Egészségére. Jöttek is szép számmal a vásárlásban megfáradt emberek. Kígyozott a sor, aprók és nagyobbak, hölgyek és urak jó üzen kortyolgatták a mézédes nevűt. Akadt, aki repetázott is. És csak szólt a nóta, folyt a must. Végül már csak csepegett, majd szépen lassan, mert elfogyott a szőlő, kiapadt a prés. Persze senki sem bánkódott, bőven jutott mindenkinek a finom itókából. Aztán a kórus is elhallgatott, hiszen az aranytorkú nótázók között házi asszonyok is voltak, nekik pedig még dolguk akadt a délelőtti fellépést követően. Mert bizony be kellett vásárolniuk, hogy finom ebéd kerülhessen a család asztalára.